Fél idejéhez érkezett a riói olimpia. A magyar csapat már eddig is több aranyérmet szerzett, mint 8 évvel ezelőtt a pekingi olimpia teljes ideje alatt. A magyar sportolók pontosan annyi elsőséget gyűjtöttek be eddig, mint a szomszédos országok együttvéve. A sportvezetés további dobogós helyezésekre és aranyérmekre is számít. A magyar olimpiai csapat remekül kezdte szereplését Rióban. Eddig 5 arany, 3 ezüst és 3 bronzérmet szereztek sportolóink, amellyel jelenleg a 11. helyen állunk a nemzetek versenyében. Hosszú Katinka 3 arany és 1 ezüstérmével a 3. helyen áll a sportolók versenyében. A Magyar Úszószövetség szakmai alelnöke azonban pénteken az Egyenes Beszéd ráadás című műsorban még kritikusan szólt az eddigi eredményekről. Kár lenne tagadni, gyenge a szereplés, és sajnos ilyenkor még szánalmasabb az, hogy nem azért, mert elment a világ. Tehát ma is Cseh László az idei világranglistát 200 pillangón vezeti. Vagy Gyurta Dániel is, ha megúszta a London idejét, amit 4 évvel ezelőtt tudott, akkor ő is nyer. Tehát nem arról van szó, hogy a világ elsőt, tehát mellettünk valami mellé ment, a versenyeztetés, a formaidőzítés, vagy esetleg a felkészülés kapcsán. Szó esett a doppinggyanús ügyekről is, ám a sportvezető szerint a magyar edzőknek és szakvezetőknek nem ezzel kellene foglalkozniuk, mert egy sikertelen szereplés után, mint fogalmazott, ezzel csak felmentik magukat és elterelik az alkotó gondolkodásukat. Vasárnap estig tehát 5 arany, 3 ezüst és 3 bronzérmet szereztek sportolóink. Érdekesség, hogy a dobogó tetejére mostanáig csak a vasas sportolói állhattak. A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke szerint, ha több érmet nem szereznének, akkor is felemelt fejjel térhetne haza a Magyar Olimpiai Csapat Rióból, de azért bízik benne, hogy a lendület kitart a játékok végéig. Borkai Zsolt a magyar olimpikonok hozzáállását is dicsérte. Nagyon nyitottak, és ezáltal komoly szeretetet is élveznek a magyar szurkolóktól, itt Rióban is egyébként, úgyhogy ez egy fantasztikus dolog. Büszke vagyok rájuk. Azt mondtam, hogy akkor lennék elégedett egy szerepléssel, riói szerepléssel, az hasonló lenne, nem is sikerekben és eredményben, mint a londoni olimpia, hanem maga az egész csapatnak a tartásában, a viselkedésében jó úton haladunk. A sportvezető szerint semmi sem jelent nagyobb reklámot a 2024-es budapesti olimpiai pályázatnak, mint a magyar sportolók remek teljesítménye. Újabb magyar érmekre, sőt aranyérmekre is számít a közvélemény és a sportvezetés is, hiszen még csak most kezdődnek a kajakkenő versenyek, amelyekkel Magyarország szinte mindig kiválóan teljesít, de versenyben vannak még férfi és női pólusaink is, ám a különböző küzdősportok, az öttusa és az atlétika is hozhat még érmeket.